Pimp Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! Megkésett tartalom nálunk, hát ezt nagyon sokan kérték. Én már nem tudom, miért hagytuk ezt mi ki a moziba, de valamiért sajnos kihagytuk. Nem tudunk mindenre eljárni. Kész, ezt most néztük meg, amikor kijött Blu-ray-en. Ez a Pókember, és annak is a, mármint a rajzfilmnek a másik részéről fogunk beszélni. Te jó ég, Across the Spider-Verse, ugye ez a cím, jó. Most annyira hirtelen akartam mindent mondani, hogy majdnem semmit nem mondtam, de hát olyan még sosem volt, hogy én semmit nem mondtam volna. Across the Spider-Verse, 1 millióan áradoztatok róla, én emlékszem, hogy ott egy csomó komment. Mindenki csak áradozott. Különféle videók alatt volt egy csomó komment, hogy nézzük meg, nagyon jó. Én tudom, hogy ez a két ember a lordék, Phil Lord, meg mit tudom, milyen lord. Ha most jó, nem is biztos, hogy ez két lord, de az egyik lord a rendezők között. És nem mindenben ott volt például a Tracy Lords. Lehet. Ők rendezték volna a Szólót. És milyen kár, hogy nem ők rendezték őket a Szólót. Ki. Őket golyózták ki. Ugye, hogy szokták ezt mondani, amikor a valóságot akarják leplezni, ez a kreatív félreértés, vagy valamilyen szal. Na jó, nem baj, ezt ők megrendezték, és igen, ennek a rajzfilmnek ez tényleg jót tett. Nekem egy kicsit nehezen indult be, én először úgy éreztem, hogy oké, én ezt már láttam, és egy kicsit, most furcsa, azt mondom, hogy katyvasz, mert ennek az egésznek lényege a katyvasság. És az első részt is húzta a katyvasz, de hogy nekem sok volt egy picit az elején, de aztán azonnal berántott, mert nagyon-nagyon tetszenek ezek a poénok. Ez a humor, ez olyan ritka kincs manapság, hogy azt gondolom, hogy ezt nehéz nem szeretni. És már megint csak annyit mondok röviden itt az én saját bevezetőmben, hogy szív. Tehát, hogy egy szív dobog emögött a rajzfilm mögött, emögött a film mögött, és úgyhogy az első szavaim nagyon elismerőek. Én lehet, hogy pontosítani tudom ezt, amit éreztél, mert a filmnek az első 20-30 percében nekem is katyvaszos élményem volt, de az audiovizualitás miatt. Tehát, hogy egyszerűen az effektek, meg a, tehát ahogyan ábrázolva van itt minden, az egyébként rettentő egyedi, de hirtelen óriási dózisba kaptuk. Ja. Tehát az elején, ahogy mászkáltak, ahogy ugráltak, annyiféle effektet látsz, egy ilyen orgia, és túl sok volt, így bombázva voltam, de aztán, amikor elindul a történet, és kicsit megnyugszunk, akkor annyira élveztem, ami ez megint olyan jó volt, úristen, és most azért felnőttebb élmény volt ez, mint az előző számomra, és egy felnőttebb fenyegetéssel a legvégén. A legvége az konkrétan vérfagyasztó. Vérfagyasztó, valóban igazad van, hozzátéve, hogy az első filmben, és amúgy mindig is, a sorozatban, amit a Gyurival végül megnézettem, ugye nézettünk mi egymással meg dolgokat, és hogy megnéztette az ügyvéd a... Ja, a Daredevilt. A Daredevilbe, ugye a Kingpin, tehát a Kingpin bármilyen röhelyes a képregényben néha, a Kingpin egy fenyegető valaki. De én nem szerettem. A Kingpin tud fenyegetni. Az egy rohadt jó színész, de nekem a King, ő egy... Mindegy, nem akarok elmenni ebben minden. Persze, jó. Na, jó itt a fenyegetés. Jó, nagyon jó. Eleve jó az, hogy kapunk, ezt szerintem nem spoiler, mert előképp korán tűnik föl, megkapjuk ezt a spanyol ajkú variánst, ugye a tagot, ja, igen. És hogy nem tudom, Miguel, vagy mi a neve, neki mindegy. Tök mindegy. Most rengeteg Pókember variáns látunk. Hát még többet. Igen, mondjuk így, hogy még egyébként nagyon jó a Lego, annyira örülök mindig, amikor a Legók föltűnnek. De annyira jól áll egy ilyen filmnek, nem? Persze. Tehát ha valahol, akkor itt tök jó első. Már az, hogy Noir Pókember. Igen. Imádom. Igen. Ja, nem, ez tényleg, ez egy ötletes dolog, nagyon... Végülis én nem gondoltam volna, hogy valaha tudok, ugye úgy mondja az angol kredit, hogy megszavazni bizalmat ennek a Morales tagnak. Tehát, hogy már a rajzfilm, vagy a videójátékban se tetszett, hogy nem is játszottam én a Miles Morales-es. De hát először te is ennek az első részében találkoztam a Miles-szal. Ne, hát én valamiért úgy emlékszem, hogy én hamarabb láttam őt, vagy tudtam róla a videójáték miatt, mert hogy mondván, hogy ugye a tök jó, zseniális PS4 Pókember, aminek ugye most a remasterje is kijött talán, vagy majd most jön a második része, vagy már ki is jött, én már nem is tudom. Mindegy, hogy jött a Miles Morales verziója, és hogy hogy ott hallottam én először is, mondom, oké, kell egy színes bőrű Pókember, de jó. Ez egész semmissé vált bennem, tehát hogy tök jó az a de Miles Morales. De én egyébként ehhez úgy állok, hogy szóval, hogy mondjam, az, hogy random karaktereket kicserélünk egy random filmbe, bőrszín csere van,
az nem basz fel annyira, mint amikor van egy szuperhős. Tehát én nálam egy Superman az szent és értetetlen, és az persze. Úgy néz ki, ahogy is baszódjon meg. Persze. Már az is dögöljön meg, aki egy kicsit dagadtabbat odarak, vagy alacsonyabbat. Tehát, hogy ez egy valami klasszikus. Igen, és senki nem jön hozzá. Ezt én gyűlölöm. Igen. És ha valaki, akkor én ettől óckodom. Teljesen. De ennél szebben nem lehet gazdagítani egy ilyen hős univerzumot, nem? Tehát, hogy sikerült itt tökéletesen kikeverni úgy egy másik, egy totál más pókembert, egy fekete kisrác pókembert, hogy ugyanannyira szeretted, mint amennyire szeretted a Peter Parker. Így van, sőt, mondjuk, nevezzük nevén ezt a dolgot, a multiverzumság nem igazán áll jó. Eleve tocsogunk a multiverzumságba mostanában, és ezt egy-egy film el tudta jól sütni, de valóban igaza van a Gyurinak, hogy ötletesség szempontjából azt hiszem, hogy talán ez a legjobb. Mondjuk jó kérdés, hogy multiverzum-e, vagy időutazós filme a Dark, a híres német sorozat, amit talán még nem sikerült megnézned. Na mindegy, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ott is nagyon tetszett. Ezt nagyon el lehet baszni, ez a lényeg. Így van. És milyen jó, hogy tökéletesen is meg lehet csinálni, én azt gondolom, hogy ennél jobban nem kell ilyen filmeket csinálni. Nem, van még egy pókemberünk, sőt, meg annyi új pókemberünk van. Póklány is van, annyira hát szerethetőek. Van. És egyébként még valami, ami szerintem abszolút erénye ennek a filmnek, és az a család. Ebben az apuka, az anyuka, az apuka nem csak, hogy marha jó poén forrása maga, igen. De hogy olyan szeretet van ott mindenki között, nem? Olyan szép dolgokat mond az anyja a Milesnak. Igen, az eredeti, ugye, latina stílusában nagyon jó hallgatni. Nagyon szóval, is. Hogy annyira imádod őket. Érdekes, tehát, hogy lehet ilyet is, lehet jó történetet írni, lehet jó emberi, elhihető emberi karakterek, és elhihető emberi kapcsolatokat is lehet alkotni, hogyha nem propaganda az, ami a legfontosabb nekünk, az éppen aktuális propaganda, igen. Hanem jó történeteket akarunk írni. Hát így van, és akkor hadd egészítsem ki ezt azzal, vagy inkább gondoljam tovább, hogy a multiverzumot el lehet cseszni, mindent el lehet cseszni, és hogy a családot is el lehet cseszni, mert látjuk, hogy a család, ugye TS-sel a halálos iramba 20-valahányba, hogy ez már mennyire elcsépelt, mert csinálta, jó ember. Hát elmondom neked, ez gyors kitérés, tehát, hogy úristen, szegény. A Jason Momoa az olyan szinten szarabb a filmben számomra, mint gonosz. Hát egy ilyen, tudod, ő látta a Harley Quinn-t, meg látta a Jokert, és akkor most kikevert valami hasonló ilyen őrültet, és látszik, hogy alig várja, hogy eljátszhasson egy ilyet, de olyan szinten nem lehet elhinni. Jaj. Abban a filmben semmi, tábe. Nagyon rossz. Borzasztó. Ez egy borzadály. Borzasztó. Ez, nem mindegy, jó, tehát értitek, mit akarok mondani, hogy a családot is, mint olyat, mint témát, hogy ezt azért borzalmasan el lehet cseszni. De hogy hál' Istennek itt nem, és hogy mi lehet ennek a titka? Egyrészt nyilván egy tehetség, tehát ez a, mondom, ez a Lord irányvonal, ez látszik, hogy ők bátrak, ők mernek poénkodni dolgokkal, és vannak ötleteik, és igen, ennek ez itt jó állt, és végre engedtek akkor itt teret ennek az egésznek, mert hogy őket akkor ezek szerint nem mindenhol engedték, ugye lásd, Szóló, ami nagy vihart kavart videónk nekünk nagyon-nagyon régről. Azért egyébként egyszer megcsinálnánk azt, hogy előveszünk egy ilyen filmet, amit persze. Mi borzasztóan értünk meg, és így újra nézzük, megnézzük, és akkor mondunk ki. Egy új videó. Mert lehet egyébként, hogy nekem azért már sok film kapcsán változott a véleményem. Nem hiszem, hogy a Szóló lesz az, ami kapcsán fog. Inkább azt tapasztalom, hogy gyerekkorom kedvencei, ja. Ma megnézem, és szégyellem magam. Igen. Én azt hittem, hogy ez egy jó film. Figyelj, van ez a kifejezés, és ez egy kifejezés, amit nem magadon kell számon kérni, hogy valami rosszul öregszik. És igen, valami rosszul öregszik. Tehát, hogy most előveszünk egy Van Damme filmet, és hogy ultragáz, de azért azt már mi jóval korábban érzékeltük, ez gáz, de hát, hogy igen, tehát, hogy a Mortal Kombat alapfilm, hogy oké, okay, nagyon jó, vagy jó, azt imádtuk. Ne, azt viszont megnéztem az új Mortal kijövetel előtt, annak szerintem nincs 2 éve. Igen, sokkal jobb, mint az új film. Na, ezer jó, akkor megnézem én is. Azt már talán mondtuk ezen a csatornán, és a extra fanjaink emlékeznek is, hogy egyik kedves barátunk, akivel csináltunk is egy videót. Egyébként cseszd meg! Ennek a pókemberesnek a legelső részét az Imrével csinálta. Nézzétek vissza. Tényleg, vele néztük meg a moziba. Az Imrével nézte a Gyuri a pókemberesnek az első rajzfilm, szóval rajzfilm pókemberesnek az első részét. Fönn van a videó, keressétek meg. Ezt beszélik ki az Imrével, és az Imrével egyik este megnéztük, hogy te Imi, figyelj, egy régi kedvencünk, 2 tök jó film lesz. De a Mortál 2-t nézett. És a Mortál 1-et, meg a 2-t egymás egy után.
és egy agyhalottá vált a gyerek. Igen, és aztán többet nem jött. Nyilván lelepleződtünk, hogy igen, hogy ez egy... Hogy teljesen hülyék vagyunk. Igen, igen, igen. Ja, na mindegy. Mortál kettő, basszus. Jézusom, úristen. Az nagyon volt. Oké, zárója bezárva. Szóval igen, lehet jót, lehet rosszat, lehet akármit. A lényeg az, hogy ez a film, ez, igen, tehát ez az volt, aminek írtátok. Szóval köszönjük, hogy ennyien ajánlottátok ezt nekünk. Nem csalódtunk, tehát ez egy nagyon kellemes élmény volt tényleg. Igen, és pláne ebben a hosszú-hosszú évekre húzódó uborka szezonnak nevezett időszakban, amiben tényleg kevés jó film van. Jó, hogy van ez a film. Sajnálom azokat az embereket, megértem, de sajnálom azokat az embereket, akik nem néznek rajzfilmet, ilyen olyan okokból kifolyólag, mert azt mondják, hogy ők nem néznek rajzfilmet. Én ezt értem, meg el is tudom fogadni. Kár, mert egyébként nagyon sok jó rajzfilm van. Meg különösen az ilyen DC univerzumban egyik-másik rajzfilm olyan tök jól működik, és kutyafüle a film, a normál film ezekhez a rajzfilmekhez képest. Valamilyen rajzfilmet meg tudják csinálni tök jól. Tök fura. Szerintem bátorságot ad. Tehát, hogy az egy furcsa mód, az egy, azt hinni az ember, hogy talán ez egy korlátozottabb tér. Jó, meg ott lehet javítani, nem? Meg változtatni könnyen, nem az van, hogy jó, akkor újra forgassunk, hozzuk be az egész stábot. Jó, én nem ismerem az alkotási mechanizmusát ennek, de tény, hogy egy, figyelj, bátrabb vagy egy rajzfilmbe. Tehát, hogy megmersz lépni. Én mindenhol bátor vagyok. Azt tudjuk. Hadd mondjak még valamit, amit imádtam ott be. A pókfiú és a póklány, amikor találkoznak, és aztán elkezdenek valahova menni, teljesen mindegy, de hogy természetesen úgy mennek, hogy lengedeznek. Igen. És az a könnyedség, hogy a lány hátrafele ilyen elképesztő pózokba lengenek, és olyan könnyeden, és olyan jó érzés volt velük róni, tudod, az utat, és csak így, tehát hogy tét nélkül, és minden mellett így elsuhantak százzal, tudod, de a póköztön bekapcsol, én nem tudom, hogy valaha élveztem ennyire azt, hogy a pókember meg a póklány így mennek a hálón. Mennek a tök hálón jó volt az a rész. Persze, figyelj, igazad van. Még annyival egészíteném ki, hogy megindítottál bennem egy gondolatot, hogy a Gwen Stacy és a Peter Parkernek a románca most már filmeken, képregényeken, rajzfilmen átívelően merek egy ilyet mondani, hogy ez egy képregényes Róma és Júlia sztori, és még itt is dögöljek, megérződik valami. De azt hiszem látjuk is. Tehát látjuk. Persze. Az Andrew Garfield arcát. Nagyon jó. Annyira, ugye ezek a visszacsatolások. Hát és tudod, mit csatolunk vissza, hova nyúlunk vissza ezekben a rajzfilmekben? A lehető legdrámai pillanatokhoz. Persze. Itt látjuk szerintem a Tobey Maguire-nek a drámáját is, hogy meghal a Ben bácsi. Fantasztikus. És ezek apró dolgok, de benned egy halom érzést a felszínre hoznám. És annyira jó, nem... Ezt nem is tudom, hogy ezt ugye az előző Pókember filmnél éreztük talán először ennyire, meg most a Flashnél, bár ott inkább ott másfajta érzést váltott ki mondjuk a Nick Cage, de például milyen jó volt újra látni a Christopher Reeves-et egy pillanatra. Persze, jó volt, olyan jó volt. Mondjon bárki bármint, az egy tök jó főhajtás volt, és főhajtás volt ez ott, és főhajtás egy csomó helyen, itt viszont még több, itt virtuózitás, és én akkor ezzel a szóval zárom részemről. Köszönjük ezt az ajánlást, és jó. Két rész, és mind a kettő tök jó volt, és jön a folytatás. Na, tök jó. Én szerintem az is jó lesz. Én ezt most már megmerem kockáztatni. Most már ne hagyjuk majd ki élőben. Nem. Maximum, hogyha én éppen nevelek, vagy altatok, vagy Isten tudja, mi szoptatok, nem azt nem... Jó, ezeket mindig hallom, nem tudom ki, hogy akkor majd elmész valakivel megnézni. Várjuk a jelentkezését, fotós... Egy real life Gwen Stacy. Mert egy real life, jöjjön ide egy real life Gwen Stacy, az se baj, kevés mondani valója van, miket merünk itt? Na így van, és ő itt ülhet helyettem, És az lesz neki az ajándék, hogy itt ülhet velem. És beszélget a Gyurival, és nézettséget, generális nézettséget kap, és ez Magyarország legőszintébb csatornája, úgyhogy itt ezt elmerjük mondani. Sziasztok! Sziasztok! Azért ezt nem mindenhol merik elmondani, jöjjön egy lány, az se baj a butartól, de hozd meg, Gyuri! Gyuri, te az! Igen, én.